Egy párhuzamos dimenzióban. Amelyet egy napon Baranka György valószínűleg majd felfedez. Egy dimenzióban, amely merőben más, mint a miénk. Egy dimenzióban, ahol a Korvin Mátyás gimnázium és szakközépiskolában csak német, matematika és fizika órákat tartanak. Egy diák rendkívül rossz döntést hozott, mikor az első padba ült. Egy borús keddi napon rájöttem, hogy 8 órát végighallgatni 200 decibelen nem teszi jó dobhártyámnak. Utána néztem, hogy hallásom rendbe jöhet-e, de mikor egy mondatban kettőnél több biológiai kifejezést láttam, úgy döntöttem, profihoz fordulok. Jó ég. Tár. Üdv. De nincs szék. Na mi van, nem hallottál? Üljél már le! Oké. Amint belépett, az a piszok madár az irodámba és a rendembe. Egyből éreztem rajta a kisugárzását. Egyáltalán nem tiszteli a németek. Ez nálam már háború indító ok. Also, was ist dein Problem? Na mi van? Nem érted a kérdést? Nem beszélsz németül? Nem jellemezni, azt még szenvedni fogsz az életed során, fiam! Nos, szeretném, hogyha elvégezne néhány vizsgálatot, mert kételjén vannak a hallásom épségével kapcsolatban. Alles klar, akkor most felveszünk egy anamnézést, kérem, nem is kérem, válaszolni fog néhány kérdésemre. Hogy mondjak el? Az egyetlen egy embertípus, akit a magyarok kívül nem bírok elviselni, az a tudat. Ez a balga ember még a hallás egyszerű mechanizmusát sem volt képes felfogni épp ezzel. Fülünk három részre tagolódik. A külső fül a porcos fülkagylóból és a külső hallójáratból áll. Ezek a levegőrezgései terelik a középfül felé. A középfül a dobhártyával kezdődik. Ez a vékony, rugalmas lemez választja a külső hallójáratot a levegővel telt dobüregtől. A dobüreged akkor adta a vékony nyárat, a fülkürt köti össze. Ezen keresztül egyenlítődhet ki a nyomás a dobhártya két oldala között. A dobüregben három izülettel összekapcsolódó hallócsontocska található sorrendben. A dobhártyához rögzülő kalapács, majd az ülő és végül a kengyel. A kengyel talpa a belső fülbe vezető nyírást az ovális ablakot fedi be. A külső fülön bejutó hanghullámok megrezegtetik a dobhártyát, majd a rezgések végighaladnak a hallócsontocskákon és közben föl is erősödnek. A rezgés végül a belső felületet kitöltő folyadékot hozza hullámzásba. A középfülben levő apró izmok összehúzódása a hallócsontocskák rezgését korlátozza, ezáltal védi a túlerős hanghatásoktól a belső fület. A belső fül a koponya csontos üregrendszeréből és az abban található hátsás falu labirintus szervből áll. A labirintus szervet folyadék tölti ki. A labirintus szerv része egy csigaházszerűen feltekeredő cső, a csiga, ebben találhatók a hallás receptor sejtjei. A receptorsejtek érzékszőrökkel rendelkező úgynevezett szőrsejtek, amelyek a csiga alaphártyáján sorakoznak. Az érzékszőrök fölé vékony fedőhártya nyúlik, hanghatására a csigát kitöltő folyadék áramlásba jön, ennek a következtében az alaphártya kileng, a hallósejtek érzékszőrei a fedőhártyának ütköznek. Ennek a mechanikai ingernek a hatására alakul ki az ingerület a receptorsejtek. Önök szerint ez bonyolult volt? Nem hiszem én ezt. Rendben van, akkor most meg fogom vizsgálni a Gehörgangert. Azonnal álljon hátra, nincs elég fény itt a vizsgálathoz, szüksége van a télre. Tudja, a Gehörgang, azaz halójárat alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a longitudinális hullámait felvegye a levegőnek. De első pillanatoktól kezdve tudtam, hogy tulajdonképpen semmi bajom nincsen a páciensnek. Utálom azokat az embereket is, akik hipohondriálnak. Nem szeretem őket. Viszont csak is a saját lelki nyugalmáért elvégeztem rajta egy kis standard beavatkozást. Szóval elsőre nem találtam semmiféle problémát, viszont elvégeznék egy légvezetéses hallásvizsgálatot, hogy tovább mélyítsem az információk tárházát. Kérem, vegye fel ezt a koppelt. Zelgót. Most különféle frekvenciájú zenéket fogok önnek lejátszani, 125 és 8000 Hz között. A kezemben tartom a páciensem ambulánsnapját. Engedjék meg, hogy idézzek haza.
első körben egy egyszerű audiometriát végeztem el rajta. Második körben, hogy a kengyelizmának rugalmasságát ellenőrizzem, egy Stapedius reflex vizsgálat alá vetettem. Harmadik körben pedig, hogy a dobhártya és a hallócsont láncolatának ellenállását be tudjam mérni, egy akusztikus impedancia vizsgálatot is elvégeztem rajta. Engedjék meg szubjektív hozzáfűzésemet emel dologhoz. Nulla eredménnyel, semmi baja nem volt. Tudtam, hogy megint csak hipohondriál. Rendben van, Attila. A helyzet az, hogy így ötödjére sem találtam semmi nagyon komolyat. Ezért csak annyit tudnak önnek javasolni, hogy ne tartózkodjon legközelebb ilyen nagyon felettén zajos környezetben, mivel hogy az, hogy is mondják ez díszmagyarban, igen, meg fog süketülni. Részemről befejeztem a vizsgálatot, mivel óhaj fizetni, készpénzzel vagy kártyával? Csekkel. Rendben, ahogy jó hagyja. Akkor végeztünk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egy utolsó kérdés. Elmondanám, miért a fürdőszobámban praktizál? Takarom, hogyha minden azonnal jó. Asszisztán kom. Mi van? Mi a tebből? Beszélsz életről? Nem jön ezzel, hogy szenvedni fogsz az életedben. Kezemben tartom a páciensnek ezt a dossziéját, vagyis az ambulánslapját.